Jó reggelt kívánok 2023. január 24-én, kedden. Kegyelem nekünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és ami urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Imádkozzunk. Mindenható mennyei édesatyánk, olyan jó, hogy a te igéd az igaz, élő és ható, élőbb, élesebb minden kétélű törnél is, elhatol teljesen a szétválasztására, a jónak és a rossznak, ami tiszta és ami nem tiszta. És olyan jó, hogy te figyelmeztettél bennünket, hogy nem csak az idők jeleit kell felismernünk, és ma reggel olyan napfelkeltért adtál, amelyben eszünkbe juttattad, hogy mire szólítottál fel bennünket. Kérünk, hogy ma is szólíts meg minket. Látjuk azt, hogy bűnösök vagyunk, hogy elbukunk akár naponta is, de jöhetünk hozzád úgy, ahogy vagyunk, és átadhatunk neked mindent. Kérünk, hadd legyünk teljesen a tieid. Hadd tudjunk most rád figyelni. Te tisztíts meg gondolatainkat. Szent Lélek Isten, légy közöttünk az Úr Jézus Krisztusért. Amen. A mai napra rendelt új szövetségi igeszakaszt olvasom. A Lukács írása szerinti evangélium 13. részéből az első 5 verset a következőképpen. Abban az időben néhányan hírt hoztak neki, tudnélik Jézusnak, azokról a galileaiakról, akiknek a vérét Pilátus az áldozati állataik vérével elegyítette. Jézus megszólalt, és ezt mondta nekik. Azt gondoljátok, hogy ezek a galileai emberek bűnösebbek voltak a többi galileainál, mivel ezeket kellett elszenvedniük? Nem. Sőt, azt mondom nektek, ha meg nem tértek, mindnyájan hasonlóképpen elvesztek. Vagy azt gondoljátok, hogy az a 18, akikre rádölt a torony Siloámnál és megölte őket, vétkesebb volt minden más embernél, aki Jeruzsálemben lakik? Nem. Sőt, azt mondom nektek, ha meg nem tértek, mindnyájan ugyanúgy elvesztek. Eddig a felolvasott ige szakasz. Kedves testvérek, döbbenetes dolog az, ami történik, nevezetesen, hogy emberek, akik mennek Isten tiszteletre áldozatot bemutatni, azokat elfogadja Pilátus, megöleti őket, és a saját vérüket az áldozati állatéval, mint egy megszentség tereníti. Döbbenetes, hogy Isten ilyet megenged, és az ember mindig választ keres arra, hogyha olyan dolgok történnek, ami megmagyarázhatatlan a számára. Miért kell ártatlanoknak elveszniük, miért kell gyermekeknek megbetegedniük, vagy éppen meghalniuk. Olyan kérdések, amelyekre nagyon nehéz feleletet adni, ha egyáltalán tudunk feleletet adni. Tulajdonképpen egy ilyen kérdéssel jönnek Jézushoz, hogy hallottad, hogy mi történt? És Jézus nem úgy válaszol, mint amire számítanak. Van olyan, hogy Isten nem úgy válaszol, mint ahogy azt én gondolom. Nem azt mondja, mint amire én számítanék, hanem megdöbbent, vagy akár meg is botránkoztat. Jézus nem sajnálkozik. És mintegy ezzel azt is elmondja, hogy az önsajnálatnak nincs helye a keresztény ember életébe. Elég abból, hogy saját magadat sajnálod, hogy a saját sebeidet nyalogatod, és mindig csak te vagy az áldozat. Elég. Jézus Krisztus az áldozat. Nem önmagunkat kell sajnálni, hanem valami mást kell megtenni. Ha meg nem tértek, meg nem maradtok. Mintha azt a kérdést tennék fel, hogy ezek az emberek, akik ilyen áldozatul estek Pilátus vérengzésének, ugye bűnösebbek, mint a többiek, azért engedte meg Isten. És Jézus azt mondja, hogy nem, nem bűnösebbek. Persze ilyenkor jön a másik véglet, hogy akkor hát ártatlanul haltak meg, ugye? De az az igazság, hogy Jézus erre is nemet mond, és azt mondja, hogy nem, nem voltak ártatlanok, mert senki sem az. Hát akkor? És elmondja azt a balesetet, amikor egy torony rádölt arra sok emberre, és 18-an a romok alatt vesztek. És akaratlanul is ez eszünkbe jutott akkor, amikor én még teológus voltam, és elején voltunk még a tanévnek, még talán óránk sem volt, amikor be volt kapcsolva a tévé, és 2011. szeptember 11-én a két Iker torony összedőlt New Yorkban, Amerikában. És ez az ige jutott mindannyiunknak eszébe, hogy vajon bűnösebbek voltak, akik ott elvesztek, akikre rádölt a torony? És Jézus azt mondja, hogy nem, de nem is voltak ártatlanok. Mit akar ezzel kifejezni? Azt, hogy készen kell lennünk bármikor.
Akár arra, hogy ő visszajön és elragadtatunk, akár arra, hogy ő szólít magához minket, és elkéri az életünket. A halál mindig váratlanul jön, csak készületlenül ne érjen bennünket, mert lehet erre felkészülni. Elmondtam már egy párszor, de elmondom újra azt a történetet, amelyik a legnagyobb bolondról szól. Mert egy olyan királyról szól ez a történet, aki a kor szokásának megfelelően udvari bolondot tartott. Neki joga volt ahhoz, hogy megmondja az igazságot a királynak, meg a hercegeknek, még akkor is, hogyha az éppen fájdalmas vagy keserű volt, mert hogyha az nem tetszett nekik, egyszerűen csak annyit mondtak rá, hogy hadd beszéljen, hiszen ő úgyis csak egy bolond. Na, ez a bolond egyszer kapott egy olyan ezüst pálcát a királytól, aminek a végén volt egy arany harangocska, és azt mondta a király neki. Az biztos, hogy te vagy a legnagyobb bolond, aki csak létezik a világon, vagy akit ismerek. De ha egyszer mégis találkozom olyan emberrel, aki még nálad is nagyobb bolond, add neki tovább ezt a pálcát. Éveken át hordozta ezt a pálcát magával a bolond, aztán egy nap meghallotta, hogy a király halálos beteg. Bement csendesen a szobájába, és így szólt. Királyom, hallom, hogy nagy útra akarsz indulni. Mire a király azt mondta, nem akarok, de muszáj. Ó, akkor bizonyára hamarosan visszatérsz. Nem, sóhajtott a király, abból az országból, ahová én utazom, nincs visszatérés. Na akkor királyom, bizonyára előkészítetted ezt az utazást régen, és gondoskodtál arról, hogy abban az országban, ahonnan nincs visszatérés, királyi módon fogadjanak. A király megrázta a fejét, és azt mondta, hogy nem ezt elmulasztottam. Sosem volt időm arra, hogy előkészítsem ezt az utazást. Ó, király, akkor te valószínűleg nem tudtad, hogy majd egyszer el kell indulnod erre az útra. Dehogy nem, mondta. Már régóta tudtam, de sosem volt időm, hogy megtegyem a helyes előkészületeket. A bolond ekkor csendesen letette a pálcát a király ágyára, és ezt mondta neki. Azt parancsoltad nekem, hogy annak adjam tovább ezt a pálcát, aki még nálam is nagyobb bolond. Király, fogd itt a pálca. Te tudtad, hogy át kell menned az örökké valóságba, és hogy onnan nincs visszatérés. Ennek ellenére nem törődtél azzal, hogy megnyíljanak neked az örök hajlékok. Király, te vagy a legnagyobb bolond, még tőlem is nagyobb. Arra tanít minket ez a történet, hogy fel kell készülnünk az eltávozásra, ami bármikor megtörténhet. Hogyan? Úgy, hogy átadod az életed irányítását Jézus Krisztusnak. Megvallod a bűneidet, kéred annak bocsánatát, és ő megadja ezt ajándékba azért, mert szeret. Azért, mert ő ezt megteheti, és meg is akarja tenni. De ehhez neked is meg kell tenned. Jézus így szól. Azt mondom nektek, ha meg nem tértek, mindnyájan ugyanúgy elvesztek. Ne vesz el. Addig, amíg nem késő, készülj fel, mert nem csak az örök életet kaphatod meg ajándékba, hanem a földinek és az Istentől adott boldogságát és megelégedettségét. Így legyen. Amen. Imádkozzunk. Mindenható mennyei édesatyánk, nem akarunk bolondok lenni. Sokszor bolondozunk, meg bolondságot csinálunk, de érezzük a komolyságát annak, hogy ez a földi élet arra van, hogy felkészüljünk az örök életre, mert nem mindegy, hogy azt hol fogjuk tölteni. Másodrenden ez a földi élet arra van, hogy neked szolgáljunk, a te evangéliumodat hirdessük és a te országodat építsük, és csak harmadrenden van arra, hogy boldogok legyünk benne. De ez is lehetséges veled. Köszönjük, hogy a jó úton vezetsz bennünket, és utat mutatsz, felsegítesz, amikor elbukunk, begyógyítod a sebeket, és olyan igazi örömöt készítesz, amit egyedül csak te adhatsz. Köszönjük, amikor felismerhetjük a teremtett világ szépségeiben a te zsenialitásodat, azt, hogy mennyire nagy szeretettel alkottál meg bennünket. Kérünk a mai napra is, te adj elég erőt, te adj kitartást, türelmet, add, hogy a te szeretetedet tudjuk továbbadni. Így kérünk, hogy áld meg munkáinkat, áld meg a pihenésünket, egész napunkat. Vigyázz családtagjainkra, szeretteinkre, mindazokra, akik fontosak nekünk. Te add, hogy akik még nem a tiéd, minél előbb megtérjenek és felkészüljenek arra a nagy útra. Kérünk Istenünk, ha jónak látod, te gyógyítsd meg a betegeket, te adj vigasztalást a gyászolóknak. Szüntesd meg a háborút, kérünk Istenünk. Az Úr
Jézus Krisztusért. Amen. Együtt imádkozzuk az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunk Krisztus Jézust. Amen. Áldott napot mindenkinek!